soi da föne kacára. Sziszeg a lebegő, forró a sablon, gondold újra, a tempót tartom. A csapat megvan, egyként mozdul, a nagy hajdásban a pocak kordul. Mint Komárom város egyik legnagyobb munkáltatója, nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a városnak az életében is kicsit részt vegyünk, hogy a társadalmi felelősségvállalásunkat folyamatosan növeljük. Ez a rendezvény már évek óta megrendezésre kerül, és egy nagyon minőségi rendezvény, és azt gondolom, hogy ez a Kaiser nevéhez hűen kapcsolódik, és szerettük volna ezt a rendezvényt a lehetőségeinkhez mérten támogatni. Ezt a tavalyi évben megtettük, és nagyon jó kicsengése volt, és azt gondoltuk, hogy mivel folyamatosan tudunk bővülni, és folyamatosan tudunk újabb és újabb termékeket magunkhoz csábítani, ezért van lehetőségünk arra, hogy ezt a rendezvényt idén is támogassuk. Természetesen kitűzött célunk az is, hogy a munkatársainkkal itt is találkozunk, ne csak a vállalat berkein belül, és ők is meg tudják mutatni a családtagjaiknak azt, hogy milyen körülmények között milyen termékeket gyártanak, és hogy nagyon büszkék legyenek arra, hogy ezek valóban prémium kategóriás autókba kerülnek bele. Tehát én nagyon bízom abban, hogy olyan kollégákat tudunk itt megismerni, akikkel a későbbiekben még együtt fogunk tudni dolgozni, és hosszú évekig a vállalathoz tudjuk kötni őket. A cég filozófiája az, hogy minőségi termékeket gyártsunk, és a vevőink elégedettek legyenek. Jelentős hangsúlyt fektettünk arra, hogy egy erőteljes és pozitív vállalati kultúrát alakítsunk ki a vállalatunknál, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt két évben ebben a tekintetben. Is, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy tényleg egy olyan vállalati közeg vesz minket körül, ami inspirálja a gondolatokat és inspirálja az ötleteket a munkatársaink irányából is. És nagyon fontos filozófiánk az, hogy nálunk az ember az érték, és ez alapján szeretnénk a vállalati kultúra erősödését folyamatosan elérni. Szeretnénk foglalkozni a kollégáinkkal, és azt éreztetni, hogy számunkra az a fontos, hogy ők nálunk dolgozzanak, és hosszú távon gondolkodjanak bennünk. Amikor megkaptam az ajánlatomat, akkor nem csak azt kellett néznem, hogy kikkel dolgozok együtt, de mindezt tehetem úgy, hogy úgy gondolom, hogy az anyagi megbecsülés is rendben van. 5 hét alatt elmondhatom, hogy egy, hála Istennek, nagyon befogadó, rugalmas, jó csapatnak lehetek a tagja. A logisztikán nagyon sok a kihívás, nagyon sok emberrel kell együtt dolgoznom, mindannyian más és más karakterek, nyitottak, segítőkészek, rendkívül önjáróak, úgyhogy igazából az lesz egy kicsit nehéz, hogy hogyan tudom őket úgy összehangolni, hogy a 3 műszak szabálykövetően, az előírásoknak megfelelően a jó eredményeket hozza majd. A városban nagyon jó híre van a vállalatnak. Engem azt gondolkoztatott el, hogy váltsak és átjöjjek ide. Mivel az autóiparnak van jövője, ez az egyetlen szegmens szerintem, ami hosszú távon kiszámítható, és megélhetést nyújt mindenkinek. Számomra ez egy speciális helyzet volt. Amikor itt elkezdtem dolgozni, akkor én voltam az első számítógépes rendszergazda a cégnél, illetve folyamatosan lehetőség adódik arra, hogy az ember akár a kezdeti eufóriát újraélje itt. A cég belső törekvései között említeném azt, hogy folyamatosan próbálják kiaknázni az alkalmazottakban rejlő lehetőségeket, és a már itt dolgozó, nem csak új dolgozók kerülnek itt alkalmazásra, hanem a meglévő dolgozók folyamatosan lehetőségeket kapnak arra, hogy bizonyítsanak. HR-esként nekem nagyon fontos, hogy egy olyan környezetet tudjak én is teremteni azáltal, hogy különböző kollégákat hozunk a szervezetbe, akiknek a cég jelszava, illetve értéke, hogy az ember alapvető érték, az valóban fontos, és én úgy érzem, hogy ez nálunk megvalósul. A beérkező dolgozókat nagyon gazdag juttatási csomag várja a cégünknél. A bérjellegű juttatásaink közé tartozik, hogy minden dolgozónak van egy egyéni bónusza, ami havonta kerül kifizetésre. Bevezettünk egy hűségbónuszt, ami egy teljes ledolgozott év után jár először a kollégáknak. Nagyon sok olyan programunk van, amivel segítjük azt, hogy egy közös csapat legyünk, és bekapcsolódjanak a családok is az életünkbe. Minden évben szervezünk családi napot, szervezünk Kaiser napot. A családokat nyáron buszos kirándulásra visszük, ahol teljesen térítésmentesen tudtak a dolgozóink kikapcsolódni és részt venni ebben a programban. Ezen kívül még sportprogramokat szervezünk. Legyen az idei év új programja például a főzőverseny, amely most a tavaszi időszakban kerül megrendezésre. A teljesítményértékelésünk részeként mindig a vezető
beszélget a beosztottjával arról, hogy hova, milyen irányba szeretne fejlődni, milyen elképzelései vannak hosszú távon. Ebből születik egy egyéni képzési terv. Minden egyes esetben, amikor egy pozíció megüresedik, vagy éppen újként jön létre a szervezetbe a fejlődésünkkel, akkor átnézzük azokat a lehetőségeket, hogy van olyan kolléga a szervezetben, aki erre a pozícióra alkalmas lehet, és természetesen vannak olyan kérések is, amely egy-egy iskola technikusi vagy mérnöki képzésre vonatkozik. Ezeket is mindig átgondoljuk, és a vezető, amennyiben úgy látja, hogy erre lehetőség van, akkor támogatja ezeket is. Ma is, holnap is, a miért?